Sok szeretettel köszöntelek titeket, a Pax TV nézőit. Én Izsák Norbert vagyok, a PTF Coaching tanszékének a vezetője. Tudatmódosító sorozatunkban minden héten 5-6-7 percben valamilyen pszichológiai jelenséget, coaching eszközt, menedzsment módszert vizsgálgatunk. Most a hatékony kommunikációt igyekszem elmagyarázni ebben a néhány percben. És hát ez Carl Rogers és Thomas Gordon nevéhez fűződik. Magyarországon F. Várkonyi Zsuzsa kezdte el továbbfejleszteni is. Azt hiszem, hogy ezeket a megközelítési módokat. Én pedig Vizi Beától tanulgattam. És az egyik ilyen motto az nekem úgy nagyon beakadt, és szeretek erre gondolni naponta többször is, amikor nehéz emberekkel, személyiségekkel találkozom. Azt hiszem, hogy ennek a PC politikailag korrekt verziója úgy hangzik, hogy hát senki sem jó dolgában olyan, amilyen. Itt lehetne egy erősebb jelzőt is használni, talán a végén senki sem jó dolgában ilyen vagy olyan, de lényegében olyan, amilyen. Ami azt jelzi, hogy mindannyian úgy jövünk bele az éppen aktuális konfliktusainkba, hogy nem teljesen tiszta lappal. Vannak előfeltételezéseink, vannak reflexeink, talán még gyerekkorba visszanyúló sérüléseink, sebeink, gyógyulni valóink. És hát arra van szükség, amikor kommunikálunk, hogy ne csak mondjuk a magunkét, daráljuk, hanem valamilyen módon empátiát nyújtsunk a másik embernek, és éreztessük vele, hogy megértjük. Mert általában úgy szokott ez lenni, hogy mi hiába mondjuk azt, hogy de igenis figyelj rám, és csináld azt, amit mondok, meg mennyire jó lesne nekem, hogyha néha engem is meghallgatnál, és így tovább. Hogyha a másik ember teli van mindenféle jó-rossz érzésekkel, inkább rossz érzésekkel, nehéz neki ezt meghallani. Mert a saját fejében azt kattog, hogy már megint csak magáról beszél, vagy miért nem figyelnek rám, biztos elutasítanak engem. És hogyha úgy képzeljük ezt el, mint egy ilyen gömböt, ideális esetben két része van, az egyik fele az, hogy én tudok gondolkodni, a másikban pedig ott vannak az érzelmek. Hogyha a negatív érzelmek elkezdenek engem elborítani, akkor a kognitív, a racionális üzenetre nem nagyon marad energiám, hogy én azt meghalljam. Tehát hiába mondja a másik ugyanazt, van azt hiszem F. Várkonyi Zsuzsának egy ilyen könyve, hogy már százszor megmondtam, hiába mondja ugyanazt, és még szét is tesszük ilyenkor, hát én megmondtam, hát én már százszor mondtam neki, hogy pakolja el az okniát, vagy nem tudom, de nem hallja meg, valamit mondtam neki, hogy legyen ilyenebb vagy olyanabb. Ha a másiknak a vevőkészüléke berozsdásodott, vagy az érzelmi hullámok borítják el, nem fog átmenni a mi bármilyen jó szándékú üzenetünk is. Mit lehet akkor csinálni? Azt lehet ilyenkor csinálni, hogy felnőtt módon kommunikálunk. A felnőtt módon való kommunikálás azt is jelenti, hogy én felismerem, hogy a másik hol van, és igyekszem őt megérteni. És ezt úgy tudom a legkönnyebben megtenni, hogyha visszajelzem neki azt, amit mondott. És itt már rögtön van egy ilyen nagy probléma, egy nagy csapda, hogyha én esetleg csak kognitívan jelzem vissza azt, amit mondott. Azt mondja, hogy hagyjál már békén a hülyeségeiddel, mondjuk. Azért azt hiszem, hogy gyakran hallhatunk ilyeneket, időnként még kegyes környezetben is. Akkor nem csak azt mondom neki el, hogy aha, hagyjalak békén a hülyeségeimmel, ez egy kognitív visszajelzése lenne, egy tökéletes tükör, szavak szintjén, hanem vissza tudom neki jelezni azt, hogy hát hallom, hogy nagyon fáraszt az, hogy én megint szóba hoztam valamit. Tehát érzelmileg is ráhangolódom, és nem csak a szavak szintjén adom vissza az üzenetet, hanem érzések szintjén is. És akkor a másik ember egy kicsit megnyugszik, hogy meg van értve, oda van rá figyelve. És miután ez megtörtént, akkor hozhatom az én üzenetet, hogy fontos lenne nekem, hogy ezt átbeszéljük még egyszer mélyebben. Adhatok megelőlegezett empátiát és értő figyelmet, és mondhatom azt, hogy el tudom képzelni, hogy rosszul esik az, amit mondani fogok, és hogy nehéz meghallani, mert nem először hozom szóba, és akkor adtam értő figyelmet, és mondok én üzenetet, hogy nekem szükségem van arra, hogy azt, amiről már megállapodtunk, még egyszer átgondoljam nyugodtabb körülmények között.
elismerem a másik szükségét, visszajelzem, és transzparens vagyok az én saját szükségeimmel kapcsolatban. És amikor én transzparens vagyok a saját szükségeimmel kapcsolatban, ez időnként határhúzást is jelenthet, hogyha a másik nagyon-nagyon le akarna engem dózerolni, akkor meghúzzam a határaimat. És vissza tudom jelezni azt, hogy igen, hallom, szerinte csak ez az egyetlen egy megoldás létezik, és azonnal el kellene kezdenünk dolgozni. Nekem szükségem van még 10 percre, hogy ezt átrágjam magamban, és teljesen azonosulni tudjak ezzel a dologgal, vagy megítéljem, hogy akarok-e ezzel azonosulni. Minél inkább nyomul a másik, hogy de azonnal akkor csináld meg, csináld meg, csináld meg, annál erősebben kell meghúznom a határaimat, miközben még mindig adok értő figyelmet. Megértettem, neked az a fontos, hogy minél előbb elkezdjük, nekem még szükségem van arra az 5 percre vagy 10 percre. Hallom, hogy ez neked bántó, sértő, nekem szükségem van arra, hogy kapcsolódni tudjunk és transzparensen beszélhessünk az érzéseinkről, mondjuk. És igyekezni arra, hogy a lehető leginkább felnőtt energiával tegyük ezt. Ne a sértődött kisgyereknek a lázadása jöjjön át a szavainkból, ne a kritikus szülőnek a minősítése, hogy te ilyen vagy olyan vagy, hanem én üzenetben, amire nekem szükségem van, és annak a megértése, hogy a másik milyen szükségből, milyen indulatból, vagy milyen érzésekkel mondja azt, amit egyébként mond. És bizonyára nem könnyű így 5-6 percben új pszichológiai koncepciókkal, vagy új módszerekkel kísérletezni. Megértelek titeket. A jövő héten azt hiszem, hogy jó lesne nekem, hogyha azt hallanám vissza, hogy kipróbáltátok ezeket, és hogyha voltak kisebb-nagyobb előrelépések, megírnátok nekem, az meg különösen jó lesne.